Hát itt vagyunk Tiszaföldváron. Milyenek az oka? Hát nyilván az, hogy a Székecs sportcsarnokban nem tudtuk játszani a mérkőzésünket, sem a felnőtt mérkőzést, valamint ugye az ifi mérkőzés sem. Ugyanígy lesz tavasz folyamán, de ugye hétfői napon derült ki, és nem tudtunk más megoldást találni. Az összes többi tavaszi fordulót pedig a lábasi sportcsarnokba fogjuk játszani. Milyen volt egyébként idegenben hazai meccset játszani? Hát azért volt elég furcsa, mert ugye azt azért tudni kell, hogy a Kunszentmártoni csapatnak a 80%-a tiszaföldvári, és hát ugye látszódott a nézőkön is, tehát tulajdonképpen a hazai mérkőzésünket tényleg idegenben játszottuk. Hát 4-jel nyertetek, szerintem tehát végiguraltátok a pályát, hogy látod ezt belülről? Hát én is így gondolom, az első perctől kezdve ugye a lerohanásokat vittük, ugyan azt el kell mondani, hogy most nem azért, mert 1-1 volt a 7. percben, egy kicsit lassúnak éreztem én a felállt fel elleni támadásunkat, de amiben én úgy gondolom, hogy előre léptünk a tavasz folyamán, hogy egy picit azért tudatosabban tudtunk támadni. Lerohanásokat azt az első félidőbe is vittük, valamint ugye ezt azért látszódott, hogy a második félidőbe ugyanúgy vittük a lerohanásokat, és az ellenfél azért nyilván nem bírta ezt a tempót. Igen, akartam is kérdezni, hogy nagyon erőszakosan játszottak szerintem a Kunszentmártoniak, nem bírtak nagyon veletek mit kezdeni? Nem gondolom. Én azt gondolom, hogy egy jó játékvezetés mellett megérdemelten nyertünk, jó kapus teljesítménnyel. Természetes vannak hibák védekezésben és támadásban is, de azért az ellenfélnek akár a támadására, akár a védekezésére tudtunk lépni, és tudatosan játszottunk. Igazolásokkal hogy álltok? Említetted a legutolsó mérkőzésen, hogy voltak még nyitott posztok. Sikerült ezeket betölteni, illetve hogy tudtak beilleszkedni a srácok? Hát én nagyon-nagyon örültem annak, hogy a Nyikos Tomi mai mérkőzésen már tudott játszani, mert ugye pont itt ezen a pályán sérült meg pont így a Kunszentmárton ellen egy héttel a bajnokság előtt, és ugye az első két fordulóban ő nem játszott. Hát ő mind védekezésben, mind támadásban azért én úgy gondolom, hogy hasznos tagja tud lenni a csapatnak. Emellett a Kapás Krisztián ugye kevesebb lehetőséget kapott, de én úgy gondolom, hogy mind a két játékos, valamint hozzátenném a jobb szélső játékosunkat, a Bernard Szabolcsot is, aki ugye az első fél időben játszott, egy fiatal 19 éves srácról van szó, akit Szolnokról igazoltunk, ő is meg fogja találni a helyét a csapatba. Elég érdekes a bajnokság, mert ugye ősszel a második etapba sikerült pontokat szereznünk ugye az erősebb csapatok ellen, viszont most ugye még van két olyan mérkőzésünk idegenbe, jövő héten megyünk Bácsalmásra, nulla pontos Bácsalmásra. Nem mondom, hogy tartok a mérkőzéstől, de azért én mindig azt szoktam mondani, és a srácoknak is mondtam, hogy olyan nincsen, hogy egy csapat nulla ponttal húzza le a bajnokságot. Reméljük, hogy nem ellenünk lesz az, amikor fel fog támadni. Valamint utána egy nagyon érdekes mérkőzés lesz a Kiskumajsa ellen idegenbe, ahol én úgy gondolom, hogy talán azt lehet mondani, hogy győzelmi esélyekkel fogunk menni. És hát ezek után majd a két Békés Csabát fogadjuk, ugye a fiatalabbik úgymond az ifjúsági csapattal játszó Békés Csabát, és a rutinosabb, idősebb játékosokkal játszó Békés Csabát. Hát őket mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, meg kell verni.